Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videó nem más lesz, mint egy reakciós videó, ugyanis a szüleimet, az öcsémet, meg lehet még a feleségemet is fogom vinni egyet az új autónkkal, és kíváncsi leszek rá, hogy milyen képet, arcot fognak vágni. De még mielőtt elindulunk, egy kicsit az autóról szeretnék beszélni. Aki nem tudná, hogy ez milyen autó, ez egy Ford Falcon. Így gyártották mi nálunk Ausztráliába. V6-os motor van benne, 4000 köbcentis, 4 literes, 270 kW-os, ami körülbelül olyan 346-350 lóerős. Ami nem jelent más, mint mikor odalépsz az autónak, megindul, mintha egy repülőgépbe, mintha egy varázsgépbe ülnél bele, belenyom a székbe, és rettentő jó érzés. Legalábbis én rettentően szeretem ezt az érzést. Amire kíváncsi leszek, hogy mit fognak szólni hozzá a szüleim, mikor ugye viszem őket egy kört, főleg ugye anyukám, apukámnak valószínűleg oda is fogom adni egyet az autót, hadd vezesse, és rettentően kíváncsi leszek ugye a reakciójukra. Úgyhogy ne húzzuk tovább szerintem az időt, most elmegyek és felveszem őket. Hoztam a GoPro kamerát, ide be fogom rakni, ide belőle, ide az ablakra valószínű, és lehet látni ugye valószínűleg az én arcomat is, apukámét, anyukámét, a feleségemét, vagy a Lukaszét éppen, akit majd ugye viszek egy kört az autóba. Úgyhogy várjál, én övezem magamat, és elindulunk, valószínűleg hogy olyan helyre fogunk kijönni, valószínűleg ide, ahol nincsen egy autó se. Ugyanis a városban nem száguldozunk, mert mindenhol ugye 60-nal, maximum 70-nel lehet menni. Ez egy ilyen nem elhagyatott környék, ma vasárnap van itt mi nálunk, mutatom neked. Arrafelé ott a főúton mennek autók, de itt körbe-körbe vannak ilyen utak, ilyen gyártelep végül is az egész, és senki, de senki nincs itt a közelben, rendőr se lesz. Tehát itt szerintem egy kicsit meg lehet húzatni az autót, én rettentő kíváncsi leszek, úgyhogy várjál, indítom, és megyünk. Tanuló vezető. Kemény a pedál, kemény minden. Meg kockás a benzin. Kemény, nagyon munkál. Én szépen nem lehet autózni. Nekem ugrál. Én visszaadom neked ezt a dögöt. Külön órákat kell venni. Ja. Az én autómban is a gázpedál picit akadozik, nem olyan könnyen megy, mert te picit megnyomod, akkor egyből ugrik.
brand, de nem ennyire mindez. Ez poddisznó. Ez kiszokod a nyakad mindenet. Ez nem lehet autózni. Finoman legalábbis nem. Akkor gyorsul olyan érzés, mint amikor repülőgéppel szállsz fel. Akkor szoktak ezt az érzést érezni, hogy süppedsz vele az ülésbe is. Annyi, hogy nem emelkedik el a földtől, de nem sok tartja. Nem nekem találták ki. Ahogyan látjátok, a gyorsulása végül is mindenkinek tetszett. Anyukámnak is, a feleségemnek is, apukámnak is tetszett a gyorsulás, a vezetés. Ugye, ahogy láttátok, egy kicsit bajban volt a vezetéssel, ugyanis ugye olyan volt az autó, mint a bakkecske, ugye ugrált. Ugye rettentő sok erő van, nagy erő van ebbe az autóba, és hozzá kell szokni a vezetéséhez. Úgyhogy még mielőtt befejezem ezt a videót, megmutatom nektek a motort, hogy néz ki. Hát, ha egy pár ember kíváncsi rá, ugye most nem csinálok más, mint kinyitom a motoráztetőt. Várjál! Ami nem más valamit ide látod, ide álltam be ide a tető alá, ugyanis kint még mindig rettentő meleg van. Na várjál, kicsit kinyitjuk, nem kicsit, hanem kinyitjuk, ha megtalálom, hogy hol van a nyitója, valahol itt. Oda nézd, látod, ilyen teleszkópokkal megy fel, tehát nem kell tartani, vagy kitámasztani. Végül is ez a motor, rettentő nagy motor, ahogy látjátok, ugye V6-os, 4000 köbcentis. Ott, látod, ott van a turbo, mutatom, hogy innen közelről. Aztán még mit tudok megmutatni nektek? Sok mindent ugye nem, van benne akkumulátor, meg egy szokásos dolgok, mint az autóba. Úgyhogy most én azt mondom, hogy visszazárom. Lezártam. Úgy láthatjátok most a lámpát, napközben így ég, ugye ezt látod, ez a ledes lámpa körbe. Aztán ugye a másik oldalt is. Ami még tetszik ugye ebben az autóban nekem, hogy nem műanyagból készült, mutatom. Lemez! Tehát az öcsémmel azt tudtuk mondani, hogy ez egy ilyen nagyobb vas darab, ugyanis nem olyan volt, mint aki a Kia, ugye, meg ezek az újabb autók, főleg a kisebbek ilyen műanyagosak, hogy műanyagból készülnek ez, és ez még az a régi, kemény, vas darab, hogy egyszer megindul, akkor meg is tud állni, mert vannak rajta fékek, mutatom neked. Sportfékek vannak rajta, hogy annyira nem lehet látni, ez nem Brembo fék, van az a márkása fék, ami piros, a sárgás, de nem a normális fék van rajta, ugye épp azért, mert turbos az autó rettentő gyorsan megy, hogy meg tudjon állni, ugye, hogyha ugye meg kell állnod. Visszaültem az autóval, mutatom neked még a belsét. A műszerfalat látod, ilyen szép kéken világít, bele van írva, hogy XR, ugye XR6-os. Úgyhogy ezt a mai rövid videót én itt most befejezem, remélem, hogy tetszett nektek is. Tudom, hogy a videón keresztül nem lehet átérezni, hogy ugye milyen az autó, meg hogy megy, de remélem, hogy azért élveztétek. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!